A katolikus Caritas az öngondoskodásra ösztönzés jegyében idén is fontosnak tartotta elindítani az egész országot felölelő vetőmag programját. Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Caritas igazgatója elmondta, a zöldelő kertek 2024 program keretében az egész országban 14,5 millió forint értékben 3000 családot tudnak támogatni. A Székesfehérvári Egyházmegyében most 207 családot tudunk támogatni vetőmaggal, és ezek a támogatott családok azt vállalják, hogy a saját munkájukkal, szorgalmukkal segítik ezeknek a vetőmagoknak a szárba szökkenését, és vállalják, hogy a földet előkészítik, gyomlálják, öntözik a magokat, hogy a végén a termést leszüretelhessék. A csomagban 18 féle vetőmagot és virágmagokat vehettek át a szabadbattyániak. Van köztük kukorica, bab, borsó, retek, hagyma, répa. Ezeket ültetik el folyamatosan kertjeikben a támogatottak. Szívesen fogadták a kezdeményezést, bár már évek óta részesülünk vetőmag csomagokban, és nehéz mindig rászorult is legyen, és rendelkezzen is a kert területtel, vagy legyen ideje, ezért vannak inkább idősebb jelenlévők itt most. A Caritas szem előtt tartja, hogy a több mint 10 éve futó zöldelő kertek program során a kiosztott vetőmagok és palánták hasznosítása mellett szakmai támogatást is nyújtson a kertészkedő családoknak, hogy veteményeseikben a lehető legtöbb termést takaríthassák be, és kétkezi munkájuk sikerét megtapasztalják. Nem elég halat adni, hanem meg kell tanítani az embereket halászni. Meg kell tanítani az embereket arra, hogy tudjanak magukon segíteni. Amikor több mint 10 évvel ezelőtt elindította a katolikus Caritas ezt a vetőmag akciót, a szép kertek és sok egyéb más akciót, akkor ezt azért tette, hogy megtanítjuk az embereket, hogy hogyan tudnak magukon segíteni. Nekik van valami kertjük, mi tudunk szerezni vetőmagot abban. Együtt ültessük el, együtt kísérjük annak a magnak a bontakozását, fejlődését. A katolikus Caritas munkatársai elmondták, az akció részeként minden településen tavasztól őszig a helyi Caritas önkéntesek kísérik figyelemmel a termesztést, segítve a résztvevők első lépéseit az öngondoskodás felé. Elkészült a zöldelő kertek vetési segédlet is, amelyben bemutatják a sikeres termesztés minimális technológiai lépéseit.